Hát úgy néz ki, hogy egyébként jól gondolkodtam, mert tényleg itt ki kell szúrni, és utána sikerült átszúrni a doboz oldalát. A dobozt óvatosan megdöntve némi olajat töltöttem a lámpába, sajnos nem volt túl sok benne. Szerintem ahhoz elég is, hogy ugye bemenjünk a szobába. Ha már mint a szobába, abba a kis eldugott szobába, a trófeateremben. Menjünk szépen le. És akkor... Jaj, egyet vissza. Ide be. És ide be. És akkor meggyújtottuk a lámpát. Ó, basz! Ettől megijedtem. A kis helyiség közepét egy különös kinézetű afrikai maszk foglalta el. Ahogy ránéztem, mérhetetlenül nyomasztó érzés fogott el. Nem csodálom, engem is. Elég fény lett ahhoz, hogy kioldhassam a lámpát, mert már így is alig volt benne olaj. Ez akkor is ijesztő. Június 24. Még egy kis olvasmány. Kedves Christopher! Előre elnézést kérek tőled a levél hangvételéért. Tudom, hogy úgy hangzik, majd mintha dühöngő, őrült lennék, de nem tudom értelmesebb formába önteni azokat a gondolatokat, amik miatt az elmúlt napokban már aludni sem tudok. Egyetlen egy oka van az elmúlt időkben történt szerencsétlen eseményeknek. A maszk. Christopher, a maszk, amiről már beszéltem. Ha nem tanulmányoztam volna az eredetét, nem hinném el, de tényleg ez az összes szenvedésem forrása. A maszk a törzs tulajdona volt, és bevallom neked, hogy nem a megfelelő módon jutottam hozzá. Attól félek, hogy ezzel elszabadítottam valamit, ami súlyos csapásokat mér rám és a környezetemre. Már egy év is eltelt azóta, hogy szemtanúja voltam a legborzalmasabb erőszaknak, amelyet addig még a legszörnyűbb rémálmaimban sem láttam. És az egész a maszk miatt van. Nem tudom, mi járt a fejemben, amikor magamhoz vettem. Talán bűnös mohóság elhomályosította a látásom, de most már tisztán látom. Ez a maszk a gonosz megtestesítője, és is biztos vagyok benne, hogy ez a gonosz megbünteti azt, aki megbestelenítette. Én tettem ezt, és ezért szembe kell néznem a következményekkel. Több időre van szükségem, hogy a dolog végére járjak. Talán ha visszatérnék Dél-Afrikába, és ott keresném a megoldást, de valami azt súgja, hogy az nem segítene, ha visszavinném a maszkot. A baj már megtörtént, a gonosz kiszabadult, és azt hiszem, hogy telnek a napok, ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Minden alkalommal, mikor a galéria előtt megyek el, valami különös szűnni nem akaró suttogást hallok, mintha valami készülne oda bent. És úgy tűnik, Christopher, hogy ezek a hangok egyre dühösebbek lesznek. Kérlek, segíts rajtam, látogass meg mi hamarabb, James. Van egy dátumunk. Ami talán segít nekünk. Más nincs, csak ez a maszk. Hát van, csak... Ott, igen. Akkor most megyünk föl megint a padlásra, mert van egy dátumunk, hát ha az segít valamit. Hát ha az segít nekünk valamit, és megpróbáljuk majd megint felhívni ezt a számot.
Nem. Az az 1962-es, ez nem. Nem segít semmit. Hát akkor megyünk hát, ha tudunk telefonálni esetleg Jerrynek vagy valakinek. Most vannak új fejlemények. Hát, ha az segít nekünk valamit. És jó lenne az is, hogyha elállna az eső. Próbáljuk meg Jerryt. Yes. Jerry, it's me. You won't believe what I found here. Try me. It's about the happenings that led to the murder you told me about. There's an impressive backstory surrounding this place and many loose ends. It would seem nobody ever stumbled upon this. Shouldn't you be working on your book? Are you listening to me? James Blackwood was into some very weird stuff and possibly dangerous. Something tells me this case is much more complex than it was thought to be. Why don't you inform the authorities? I'm sure they'll be dying to reopen a long-forgotten case about some crazy old psycho killing his wife. No way. And miss all the fun? I'm doing this on my own. I wonder if those noises I heard have anything to do with this. Maybe James Blackwood was trying to hide something. Like in that book, where an old man was guarding the entrance to hell. I bet this James Blackwood person had a doorway like that in his basement. Those dreadful noises must be the sounds of the damned coming for you. Why, thanks, mate. It's been very helpful. Great to have friends. I'll get to the bottom of this. I know I will. I'm certain there's much more to James Blackwood than a simple act of murder. Now you're sounding more morbid than usual. Simple act of murder? Oh, goody. Just somebody died. Nothing to worry about. This isn't like you, Michael. This whole thing is really affecting you. Stop being a drama queen. I'm a grown-up and I'm pretty aware of what I'm doing. Fine. Go chase around the ghosts of James Blackwood. I'll stay here in the room. I'll let you know about my progress. Hát igen. Barbarát nem akarjuk zavarni vasárnap. De próbáljuk meg még egyszer ezt a számot. 019 12 94 144. Hát nem veszik fel. Egyik kulcs sem jó itt a ehhez a kinyitásához. Ez sem. Ez sem. Hát ez sem. Ezt megpróbáltuk. Én az alsót szerettem volna kinyitni. Itt sincs semmi érdekes. És itt se. Ezt már láttuk. Olvastuk is. Hát most menjünk le a pincébe. Hát ha segít valamit. Megint nem jó fele jöttem. Napesenyi miatt az a szokatlan fáradtság vett erőt rajtam, hogy gondoltam, itt az ideje, hogy nyugovóra térjek. Akkor nem megyünk le a pincébe. Elnézést kérek, hogy ki akartam elégíteni a vágyaidat. Nem akarsz írni.
A házban történő kutatás túl izgalmas volt, hogy abba hagyom, úgy gondoltam, hogy aznap még tovább haladok a nyomozással, másnap viszont visszatérek a munkához, tehát nem akarsz, aludni akarsz. Lefeküdtem az ágyra. Valami nem stimmel. Te. És mi? Hát nem tudom. Nézzünk be ide. Az az igazság, hogy én félek most. Hoppá, eltűnt a maszk. Basszus. Jaj. Komolyan mondom, most ki kell mennem. Eltöpöröm a szemem. Hát, ott a maszk. Újra egy különös álmot láttam, amelyből ismét a kaparászó hangok ébresztettek fel. Valahol kaparásznak. Hallgatózzunk. Meg kellett találnom a hangok forrását. Na, akkor most le kell vennem a pincébe, amit annyira nem szeretnék, őszintén megmondom. Tehát meglátjuk. Aztán most jó irányba megyek? Gyújtsunk. Jaj. Jaj. Én nem biztos, hogy ide be akarok mászni. Van valami. Ó, egy állami basszus. Jó, én kimentem. Mondom, én kimentem. Nem mehetek kijebb. Ja, de. Ó, basszus. Tűnés. De sürgősen tűnés innen. Szívem a torkomban dobogott, alig bírtam rá erőt gyűjteni, hogy elhagyjam a pincét. Az utolsó csapor is elégett a lámpában. Túlságosan össze voltam zavarodva, hogy végig gondoljam a történteket, ezért úgy döntöttem, hogy akaratom ellenére visszafekszem az ágyba. A franc feküdne vissza, amikor a házban tök egyedül van, azt hiszi, és közben egy árnyat látott elsuhanni. Csak egy ilyen nem normális író, mint akivel mi vagyunk. Hát mindegy, feküdjünk vissza, hát ha addig megölnek. Október 14, hétfő. Elkezdődött a Berkwood házban töltött harmadik és egyben utolsó napom.
Várakozásra telve tekintettem előre, még mindig remegett a gyomrom a múlt éjjel történtektől, de sikerült összeszednem magam, és arra összpontosítani, hogy kiderítsem végre, mi történt valójában ezen a hátborzongató helyen. Én inkább írnék. Hasztalan próbálkozás volt, nem tudtam írni. Meg kellett oldanom a rejtét. Képtelen voltam másra gondolni, és semmi más nem érdekelt. Te tényleg nem vagy százas haver. Nagyon nem vagy százas. Ugye felhívom Jerryt. Meglepően hideg volt a házban. De most legalább nem esik az eső. It's me. The ghost hunter. Any contact with the other world? Hát csak egy kitárny. I'm not sure. Jerry, I'm definitely not alone in this house. What are you talking about? Last night I saw something down below. It was moving. I wasn't dreaming and I'm not making this up. Are you sure it wasn't a mutant rat? Definitely no rat. I'm calling the police. No, no, no. Not just yet. Michael, for Christ's sake. You could have a burglar inside the house. This is no burglar, Jerry. It's much more interesting than that. And I want to figure this out by myself. Have you taken leave of your senses? Just promise me you won't call anyone. I can do this on my own. Whatever. Just call me if you need any help. I'm driving there today. Right. Bye. Húha, Barbara. Épp tárcsázni akartam, amikor eszembe jutott, hogy Barbara hétfőn szabadságot vett ki hétfőre. Na, de most, ha hétfő van, akkor most megpróbáljuk még egyszer ezt a telefonszámot. Tizenkettő. Kilenc. Négy. Egy. Négy. Négy. Hát ezt soha nem fogják felvenni, ezt a telefont. Úgy döntöttem, eljött a pillanat, hogy felhasználjam a felhalmozott fát. Gyújtsunk tüzet. Fahaságú. Pattogva égtek a kandallóban. És most ki is lehet menni? Mert ugye elállt az eső, már ki tudunk menni. Nézzünk erre körül. Távozásra sem gyalogolnék. Ó, elvitték a levelet, az király. Ezt, van egy pár kulcsom. Aha, és ez pont jó ide. Zsír. A pajtaszerű garázsban erős gépolajszak terjengett. Hát itt egy kicsi kocsi. Bum bum. Kicsit se hasonlít rá, de jó. Egy régi, de elegáns automobil. Nem akartam közel menni hozzá, mert volt egy furcsa érzésem, hogy valami kiugrik belőle, és rám veti magát. Haver. Nézzük. Itt felvettünk valamit. Még valamit. De nézzünk körbe. Mindenféle holmi hevert az asztalon, de ezek közül egyedül a bal szélen található szerszámos láda tűnt használhatónak. Te mondod. Meg egy bicikli. A garázsban egy régi poros kerékpár állt, amire valamiféle szerkezet volt erősítve. Hm.
Amit vettünk fel. Így fogom, amit a szerszámos ládából vettem ki. Egy közönséges csavarhúzó. A fogóval ki tudom, le tudom vágni azt a drótot, nem? De először az automotorházt. Arra gondoltam, hogy talán megpróbálnék tenni valamit az autóval, de inkább úgy döntöttem, hogy adok egy esélyt Jerrynek. Hát, én nem biztos, hogy megvárnám a Jerryt. Azt hiszem erre kell menni a... Ja igen, ezt is be lehet olajozni, nem? Csöpögtetem ném olajat az ajtó pántjaira, remélve, hogy ez jót tesz a rostának. Jót, már kinyílik. Vastag párom homályosította el a látásomat, ahogy beléptem a kopár üvegházba, ahol hosszú idő óta korhadó növények és földszagat terjengett a levegőben. Számos virágcserép volt szétszórva az épületben, néhányban szános, kinezetű növények kornyadoztak. Egy lenyűgöződő halott fa állt az üvegház közepén. Valami fényes tárgy volt a rács alatt, akármi is volt, az képtelen voltam elérni. Valamit nem lehet használni? Nem. Ezek szerint az egyik virágcserép széttörve hevert a földön, tartalma szétszorult a betonozott padlón. Igen. A méretes cserép tartalma egy elszáradt bokor balesete. Beleesett a lefolyóba, eltömítve azt. De ezzel nem lehet csavarhúzóval, kalapáccsal, késsel. Egyszerűen mondjuk csak kézzel. Komolyan, miért nem lehetne ezt egyszerűen kézzel felemelni? Mindegy, menjünk tovább, itt még felfele is lehet menni. Az üvegház emelete jóval élénkebb volt, mint a lenti rész, köszönhetően néhány növénynek, amelyeknek valahogy sikerült alkalmazkodni, jók az itteni körülményekhez. Ó, itt egy ásó volt az ágyövösben, beleszorult a száraz talajba. Olajozzuk meg. Valamire. Valami csak lehet. Egy hosszú locsolócső hevert a padlón. Semminek semmi értelme. Én mindent meg akarok olajozni, én erre rájöttem. Kellene víz. Számos virágcserép volt szétszor az épületben, néhányban szánalmas kinézetű növény volt. Csak egy régi permetező. Nem volt szükségem a locsolóra, ugyanis nem szerepelt a terveim közt az itteni növények felélesztése. Az egyik zsák kiszakadt, tartalma beterítette az egész asztalt. Egy bontatlan zsák műtrágya hevert az asztalon. Az asztalon álló cserében lévő növény meglepően élénk volt. Február 7-e. Bármennyire is sajnálom, de úgy döntöttem, nem gondozom tovább az üvegházat. Minden erőfeszítés, hogy megmentsem a növényeket, hiába valónak bizonyult. Egyszerűen képtelen vagyok rájönni, hogy mi bajuk lehet. Hetek óta egyre csak kornyadoznak és haldokolnak. Látszanak minden ok nélkül. Néhányak közülük
A legkisebb érintésre is elporladnak. Ez nem csak roppant bosszantó, hanem meglehetősen nyugtalanító is. Minden alkalommal, amikor belépik az épületbe, a pusztulást érzem a levegőben, és különös módon ezt félelemmel tölt el. A legjobban azt a ritka növényt sajnálom, amit még Dél-Afrikából hoztam. Szomorúan néz ki, ebben a szinte teljesen kiszáradt állapotában. Felviszem az emeletre, és ránézek pár nap múlva, hát ha a napfénytől előre kap. Feltéve, ha az itt történteknek van természetes magyarázata. A halál lengi be ezt a helyet, és minden igyekezetem hiába való, javítsak a helyzetem. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy az egész akkor kezdődött, mikor elhoztam azt a... Vajon el kell vetnem ezt a képtelen ötletet? Nem kéne többet olvasnom ezeket a bajosatú könyveket, bekúsznak a bőröm alá. Van itt egy kis nyírbálom. Arra van valami. Ezzel szerintem lenyírhatom ezt. Mi ez? Az ollót növények meccésére használták. Na, és használhatom? Ja, csak így használhatom. Értem. Lemetszettem pár ágat és elvált, kitisztítva ezzel a lefolyó sarkot. És ha én még többet szeretnék... A lefolyó sarkát már kitisztítottam. És valahol nincs itt esetleg csap. Semmivel nem tudom kiszedni. Itt van. Úgy tűnt, hogy nincs víz a házban, ha tényleg. El is felejtettem. De valamit ezzel is kezdenem kéne. Egy ásó volt, ja most felvettem valamit. Mit vettem fel? Semmit? Ja nem, egyszerűen csak leengedtem. Aha, értem én. Lát, jó, megrántjuk. Ezt szeretném. Ezt oda kötni. Csak nincs víz. Ezzel is a vizes problémát kellene megoldanom. Menjünk el a temetőbe, mert szerintem ott volt a drót, amit le kellett vágni. A fatövében volt egy kis lyuk, amin keresztül szabadon áramlatott a víz egy közeli tavacskához. Ó! Kopaszfa alatt egy kis tavacska volt. Az jó. És ezzel én nem tudok valamit kezdeni. Esetleg itt valamit nem. Én hogy jutottam el ide? Kell kimenni, nem? Jaj. És azt hiszem hátul kell a...
menni a temetőhöz. Nem hívjuk Jerryt. Én a konyhába szeretnék eljutni. Jaj. És itt ki. Hopp, jött egy üzenetem. Bocsánat.